Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban jön a Krisztapácban 19. epizódunk. Hú, te jó ég, 19. epizód! Már majdnem itt vagyunk a játék végénél. Na hát srácok, ugye az előző részt itt fejeztük be ebben az étkezőben, ami eléggé le van pusztulva. Ugye voltunk ott a konyhánál, illetve voltunk a fagyasztókamránál, ahol egy óriási bogár ellen kellett megküzdenem a való életben. Hál' Istennek sikeresen legyőztem, illetve a fagyat is túléltem. Nem biztos, hogy ez értelmes szó volt. Aha, innen jöttem, valószínű innen jöttem. Igen, egy picit még azért itt körül kell néznem, hogy az emlékek előjöjjenek. Ez az ajtó zárva van, aha, lehet, hogy itt is voltam már. Hú, igazándiból itt annyi ajtó van, meg annyi csapda van, hogy fogalmam sincs, hogy merre kéne menni. Lehet, hogy visszafelé kéne menni. Aha, itt már voltam. Igen, innen már kijöttem. Hoppá, hopp, egy picike kis lag. Szerintem itt is voltam már. Igen, itt is voltam már. Éppen csodálkoztam, hogy találtam egy olyan WC-t, ahol nem volt semmiféle injekciós tű. Hát jó, szerintem srácok, lassacskán visszafelé is elmehetnénk. Mert tuti, hogy visszafelé kell mennünk amúgy igazándiból. Ugye az elején egy kereszteződésnél jöttünk. Itt is voltunk? Igen, itt is voltunk. Na jó, hát Krisztiánka, nincs más választásod, visszafelé kell menned. Ahol is volt középen az a szék, ahol választásod volt, hogy merre akarsz menni. Jobbra, vagy balra. Oké, okay. Jövünk, jövünk. Oké, okay, ez nincs beaktiválva. Oh! Mekkora nagy darab vagy, Szióka! Bam! Oh! Nem haltál egybe? Nem baj! Nem baj! Kettőbe meghaltál életem! Kettőbe meghaltál, és még van elég lőszerem! Pedig ezt simán megölhettük volna máshogy is. Szerintem ezt elkapkodtam, mert itt van ugye a falon a soti, amit ti azt írtátok, hogy igen, itt van egy soti. Hát de én ezt észrevettem. Na mindegy. Aha, jó irányba megyünk. Jó, 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 egy picike kis lag az ajtókinyitás miatt. Üvegszilánk, mezitláb. De jó, megyünk. Tudunk ugye erre menni, erre volt valami? Szerintem semmi. Nem hát. És akkor arra megyünk visszafelé. De előtte kortyolok egyet. Igazándiból srácok, egy picit két sietek, mert most milyen nap van? Csütörtök vagy péntek? Csütörtök, hogyha jól emlékszem. És BF multiplayerezni szeretnék, még nem próbáltam ki a multiplayer részét. Lehet, hogy aztán hamarabb fogtok ám multiplayer videót látni, mint ezt a videót. Még nem tudom, hogy ezt mikor töltöm fel. Na igen, és most visszaértünk ide a kezdő helyre. Itt volt ugye egy hely, ahol föl lehet mászni, nem? Nem lehet felmászni. Hoppá, üvegszilánk. Na igen. Na igen ám, itt voltunk, itt voltunk. De miért laggol? Hát miért laggolsz? Ja. Itt ugye srácok voltunk. Elméletileg a másik irányba is megcsináltuk mindent, nem? De hogyha jól emlékszem, igen, az le is van zárva. Erre meg csak szobák voltak, nem? Jaja. Na és akkor most légy okos, Krisztián, most kéne valamit csinálnod. Valamivel most meg kéne váltanod a világot. Na de mivel? Na de mit kell csinálni? Arra sehol semmi. Picivel azért lehetne több fény, mert igazándiból semmit sem lehet látni szinte. Tudja, hogy felfelé kepped. Anyád az üvegszilánk. Tudja, hogy felfelé kepedik valahol mászni szerintem. Van egy olyan érzésem. Még erre visszamegyünk. Persze, hogy az üvegszilánkokon. Elnézünk erre is, hogy erre van-e valami. Nem véletlenül van ez kinyitva. Nem véletlenül van ez kinyitva, 100%. Esküszöm, ott volt valaki. Aha. Tudtam én. Tudtam én, hogy jó irányba jövünk. Tudtam én, hogy visszafelé kell menni. Az ott mi? Ajaj. Ajaj, picit be vagyok fosva ezektől a hangoktól. Nyugi, nyugi, ez nem félelmetes játék. Nyugi. Király vagy. Anyád a ventilátoros lámpa. Semmi baj. Ezeket gondolom majd előbb-utóbb zöldre kell majd váltanunk, tehát
Azt én amondó vagyok, hogy hagyjuk is benne. Jövök, bazd meg. Itt volt egy vágás, mivel eltett már egy nap. Ilyen se volt még nagyon sokszor, hogy nekiállok egy videót felvenni, és másnap fogom folytatni. Na de ugye itt hagytuk abba az előző részt. És már mehetünk is tovább, ugye visszafelé haladtunk a pályán. Valószínű, hogy itt kell felmásznunk. Nem, oda nem tudunk felugrani. Ja igen, itt volt egy ilyen kód számkombinációnk. Ide kellett valamilyen háromjegyű számot beírnunk. Volt nekünk háromjegyű számunk? Pár részsel ezelőtt, talán egy vagy két részsel ezelőtt volt egy 206-os vagy 208-as számkombinációnk? Igazándiból fogalmam sincs. Hú, lehet, hogy vissza kéne néznem azt az előző videót? Abba volt valamilyen számkombináció, 100%-ig biztos vagyok benne, de most így annyira nem emlékszem, hogy mi volt az a háromjegyű szám, hogy hihetetlen! Ó, hát ez Krisztián, ezt nagyon ügyesen elintézted már megint. Ekkora időszakokat kihagyok egy fűrész videó közben, eszméletlen. Aha, itt volt ugye ez az ember, és itt meg tudtuk világítani a színpadot. Tudja, hogy a színpadnál lesz valami turpisság. Villanykörte beszerelése. Aha, és most kaptunk egy számot. 950... 951. Lehetséges? Lehet, hogy még erre van valami, erre körül kéne néznünk hama. Abba már kivettem, ami benne volt. Ebben van egy sörét. Nagyon jó. Csak az a helyzet, hogyha így rávilágítok, így nem látom. Most ott van egy nulla is. Hogy ezeket át is tudom váltani? Hármas. Akkor mi lenne, hogyha a kék? Hoppá. Nem mondod, hogy elsőre! A számunk 831! Elsőre! Hát nem hiszem el! Hát nem hiszem el, hogy elsőre összehoztam! 831! Na, akkor már elméletileg ki is tudjuk nyitni azt az ajtót, ahogy látom, sehol egy ellenfél. Tehát 831! És már az ajtó ki is nyílt! Mi meg mehetünk szépen tovább előre. Menjünk fel a színpadra és mentsük meg Jeffet. Jövök, Jeff. Jeff, Jefferson intézet, az a doktor csontba volt, nem? Nem, köszi, az öngyújtó még mindig nem kell. Annyira nem csábít az öngyújtó, hogy eszméletlen. Én semmiféle csapdát nem látok erre. Bízok benne, hogy tényleg nem lesz itt csapda. Nagyon parázok ám. Nem tudom megint, hogy mitől. Jeffy fiú, remélem elsőre meg foglak menteni. Te jó ég, mennyi fogaskerék! Te jó ég, milyen feladatunk lesz itt! Ajaj. Leárazott tévéket láthatunk! Hát nem hiszem el. Ezt tudja, hogy valamilyen elektromos cégnél dolgozott, ahol ilyen műszaki dolgokat árulnak. Vagy lehet, hogy van ott neki valamilyen kohárja, aztán ott gyűjtögette a tévét, nem tudom. Ajaj. Ajaj! Na ne! Na ne, már megint mi ez? Oké, kalapács, szők, gyógyszer, fél láb. Hú, nagyon nem tudom, hogy mi lesz itt. Aha, oké, azt látom, hogy a dárdák azok egyre közelebb mennek Jeff testéhez. Aha, azok valószínű át is fogják szúrni az egész testét. Csapó, nem tudom mennyi. Hát egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt a szöveget már hányszor elmondtam, mivel mindig elrontom, és ennyit nem szeretnék beletenni a videóba, hogy ilyen hosszú legyen egy feladat. Na ugye, Krisztiánka, ismételten itt a gyógyszer, próbáljunk meg egy másikat! Nem jó, az puzzle darab. Emlékszel, hogy melyik volt a gyógyszer? Mert igazániból fogalmam sincs, hogy melyikre talán az volt a gyógyszer, igaz? Aha, most keressük meg akkor a puzzle darabnak. Nem. Egy fűrészke. Oké, legalább megvan a puzzle-nek a másik fele. Rámegyünk arra, illetve a bal felső sarokban ott volt a kirakósunknak a másik fele. Nagyon jó, egyetlen egy cső van Jeffy fiúban. Új. Volt valahol egy lábunk, már volt valahol egy lábunk. Itt van-e? Nagyon jó, és ez is megvan. Nyugalom, Jeff, nyugalom. És igen! Azt is kiszedtük Jeffből. Nagyon jól állunk. Szög, illetve kalapács. Valahogy kell egy... Ajaj. Az ostasoti? Nem, gyógyszer, nem jó. Ha jól látom, egyetlen egy... Nem jó, passza meg egyet följebb. Nem, most már kettő cső van benne. Hol a szög? Puska. Akkor az melletti lesz a szög. Ott a szög! Ott van az!
Nyugi, Jeff, nyugi, már megint csak kettő cső van benned. Életem ki fogod bírni. Ez volt az? Nem ez volt az! Nem igaz! Nem igaz! Soti, Soti, az a Soti! Nyugalom, Jeff, nyugalom! Melyik volt az? Melyik volt az? Fényképezőgép! Melyik volt a fényképezőgép? Talán a jobb alsó? És nem! Nem, 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 nem. Ez volt az-e. Oké, a gyógyszer megvan! A gyógyszer megvan! Nagyon, de nagyon közel állunk a végéhez! Ez volt! Igen, ez volt! És már csak egy van hátra! És már csak egy van hátra! Ami ez! És ez! Itt vagyok, Jeff! Itt vagyok! Nyugi! 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 Hát ezt nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el, hogy hányadjára sikerült! Ilyen egy rövid memóriám, ami nekem van, hát eszméletlen! Pedig ez nem olyan sok, nem olyan sok, és alig tudtam megcsinálni. Ó, most adnék egy csókot arra a kopasz fejedre, de sajnos nem tehetem, mivel mennem kell tovább. Most ahogy így elnézem saját magunkat, azért elég idegesítő lehet, hogy ott vannak a sörétek körülöttünk, és BUM! És meghalnánk. Oké, mivel megmentettelek, akár nekünk is adhatnád a cipődet, mivel nekem sajnos nincsen, ha kicsi, az se baj. Ujjjj. Hova tűnt a felirat? Eddig volt feliratunk, nem volt? De szerintem volt. Ugye srácok, az előző videót, már nem az előző videót, hanem az első felét a videónak, amit még csütörtök körül rögzítettem. Csütörtökön? Nem biztos, hogy csütörtökön rögzítettem, amúgy lehet, hogy hülyeséget mondtam már akkor is. Na mindegy, úgy említettem benne, hogy BF4-ezni szeretnék. Ugye lesz a multiplayerből is videó. Elég sokat játszottam már a multiplayerrel. Igazániból eléggé szivat engem az a játék. Mivel vagy exe hibát kapok, vagy kifagy a szerver, vagy laggul, vagy tököm tudja, annyi baja van már, hogy eszméletlen. De a 10-es szintet már elértem, hál' Istennek. Nagyon király a játék, eszméletlen pörgös. Tehát mindenképpen lesz belőle néhány videó. De most még ugye a single player-t viszem. Keresd meg a valamit, amit nem tudtam elolvasni, hogy mit is keresünk meg. Szia. Ajaj. Le foglak lőni a picsába. Gyere. Gyere, te szaros. Mit kellett átkutatnom? Nincsen benne semmi. Eltűnt a felirat. Eltűnt a felirat! Hát én ezt nem hiszem el! Hol van? Beállítások! Hol van? Felirat! De ki vette ki a feliratot? Hát eddig benn volt a felirat! Hát ne szivass már! Most megint nincsen feliratunk. Pedig ott van! Felirat be! Hát nem vagyok ilyen hülye, bazd meg! Tégla, nem kell tégla! Nem akarod kinyitni nekem ezt az ajtót? Igazániból ki kéne nekem nyitnod ezt az ajtót? Szög. Oké, majd akkor egy ajtót ki fogunk tudni nyitni. Hello! Hát téged megöllek, mint a szart! Nem! 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 Jó, nem! Bocs! Bazd meg! Hát ezt nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el! Azt hittem, hogy azzal meg fogom ölni! Ha majd arra kell tovább mennünk. De előtte még elnézünk erre. Srácok, van egy kis problémánk. Egy nagyon picike kis problémánk van, ami nem is olyan kicsi. Egyetlen egy lőszerünk van. Egyetlen egy lőszerünk van. Ezt tudjátok, mit jelent. Hogy meg fogunk halni előbb, vagy utóbb. Anyád a félelmetes hang. Egy újabb szög. Miért kell ilyen zenéket betenni a játékba? Itt ezt be tudjuk zárni. A szart úgy bezárjuk. Aha, ott fel fogunk tudni menni. Illetve el tudunk menni erre is. Hát akkor... Mit? Á, hello! Az a baj, hogy egyben nem halsz meg. Add ide a kulcsot. Rohadék! Nem én vagyok az, akit keresel, basz! Hallod, lelövöm rácsonát. Le tudom lőni rácsonát vajon? Nagyon jó! És akkor most felvehetjük a vascsövet. És attól se kell tartanunk, hogy az a... barom állat onnan ki fog jönni, mert nem! Nem fog tudni kijönni! Ügyes volt! Oké, szereztünk egy biztosítékot is! Ajaj, ajaj, ajaj.
Nézzük meg, hogy itt mi van. Egyes. Nincsen benne semmi. Oké, van benne. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, ezeket a hangokat. Egyszerűen annyira kikészít, hogy brutálisan. Jól van, és akkor elméletileg felfelé kéne másztunk, mivel ott nem fogunk tudni átmenni. Aha, ott csak le tudnánk ugrani, de nem ugrunk le természetesen, hanem itt már fel is mászunk a létrán. Ajaj, ajaj, ott volt valami. Most hátra kéne húzom az egeret. Halljátok ezeket a sikító hangokat? Süvítő szél hangokat? Megint az olcsó tévébe. Oké. Ja, látom, hogy el van torlaszolva. Pedig át is férne a karakterem. Ez is le van zárva, jól van, nem baj. Találunk itt olyan szekrényt, vagyis olyan ajtót, ami nincsen lezárva. És már nyílik is az ajtó. Na nézzük, hogy mi van az ajtó mögött! Semmi. Anyád, de jó festmény. Tök jól néz ki. Na jó, azért annyira nem, de nem is néz ki hülyén. Egy újabb biztosíték. Az nekünk nem kell. Egy ilyen helyre hogy el tudnának már bújni? Így a plafon fölé. Plafon fölé. GG. Ajaj. Ott van az a marha. Ott van az a marha! Vajon tudja, hogy itt vagyunk fölötte és ne bámuljuk? Szerintem tudja, hogy tudja. Gyere csak, gyere. Egyre közelebb vagyok. Ki foglak nyírni, te rohadék? Ki foglak nyírni? Aha, azt hitted, majdnem veszem észre a fényt. És most itt átmegyünk a falban, a résen, mivel valaki leoltott azért, hogy ez nem egy ajtó. Mondjuk teljes mértékben igaza van, hogy ez nem egy ajtó. Na de akkor is. Érzitek a feszültséget? Nem érzitek? Én egy picit érzem. Én érzem, hogy itt vagyunk a játék végéni. Mert pedig tuti, hogy itt vagyunk a játék végéni. Még egy lapot is kaptunk. Hármas? Négyes? Egyes? Kettes! És elsőre sikerült! Már meg is kaptuk az inekciós tűt! Azon agyalok, hogy ezt a baseball ütőt kivegyük-e, vagy ne. Hát így a fogaskerekeket elnézve, szerintem felesleges, illetve a vascsövünk is annyira jó, mint a baseball ütő. Ha még egy pisztoly lett volna benne, akkor habozás nélkül ki is vettem volna, na de így. Azon gondolkozok, hogy kell nekünk egyáltalán még több inekciós tű. Á, túl szép lett volna, hogyha elsőre sikerült volna. Aha, kell nekünk az inekciós tű. Hát akkor király, ki is vettük. Az úgy nem jó. És már nyílik is az ajtón. Na nézzük, hogy mi van az ajtó mögött. Ez valami raktárféleség lehet. Aha, itt volt előbb az aranybarátunk. Hát nem tudom, létrehoztuk? Szerintem nem, remélem nem hoztuk létre, mert ugye ezeket nem is szoktam használni. És akkor már mehetünk is tovább. Az igen. Ajaj, ajaj, őt valószínű ki fogják nyírni. Őt valószínű ki fogják nyírni. Gyerek, állj rá az egyik lemezre, állj rá az egyik lemezre! Nem fog ráni. Hát mondjuk a lemezre sem biztos, hogy jó ötlet lett volna, sőt!
Sőt, Pityanka, egyenesen rosszul tettett volna. Hát ez picit megrázta az áram. De csak egy picit. Mi meg akkor megyünk a barátunk után. Bazd meg. Ezek a hangok. De jó ég, mi lesz még itt? Jövök, ki foglak nyírni! Megöllek, meg foglak ölni, hát nem hiszem-e? Jövünk a játék vége felé, jövünk! Csak hol lehet kimenni? Mindenhol le van zárva. Mert itt se tudok elméletileg kimenni, nem hát. Tudni, hogy a falba kell keresnem valamilyen titkos nyílást. Nem? Ja itt te! Jaj, de vak vagy! Ajaj! Mi van ott? Menjél gyorsan! Jaj! Krisztiánka, menekülj! Menekülj, gondok lesznek! Óriási nagy gondok lesznek, ha ma vizsgád át, nincsen benne semmi! Ezt ki tudod nyitni? Fasza! Nyugi! Nem ült az az! Az egy csekkfej! Ott jön valaki! Na gyere! 1v1! 1v1! És enyém az első ütés! És nem hitelődik! A második ütés az enyém! A harmadik is az enyém! És akkor most tudjuk a fejét! Aja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 j
Hogy ennek ennyi élete van? Hogy ennek komolyan ennyi élete van? Na és most hol a pisztolyom? És most valaki mondja meg, hogy hol van a pisztolyom. Hát nem volt Krisztiánka, az nem a te sortid volt. Az nem a tiédé volt. Hát ez valahogy turpison kéne megölnünk, basszus kulcs. Mi van, te buzi? Na mi van? Na gyere! És nincsen semmi baja! Hát nem hiszem el! Hát nem hiszem el! Komolyan nincsen semmi bajod! Valahogy becsalogatlak ide! Rohadjál meg, hogy valahova oda be foglak csalogatni! Jajajajaj! Nem, 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 nem! Nem fogsz megütni, nem fogsz megütni, igaz? Jajajaj! Jó! Jó! Jó, menekülj, menekülj! Valahogy be kell oda menned! Valahogy be kell ide menned! Kinyit! Gyere! Gyere! Gyere, haver! Gyere! Gyere be! Gyere be! Gyere! Gyere! Na gyere be! Nem mersz! Gyere be! Gyere már be! Beszoptad! Annyira beszoptad! Annyira megszívtad! Erre teszel! Na szia, haver! Na szia! És ennyi! És ennyi! Kinyírtuk! Kinyírtuk, baszta meg! 100% hogy kinyírtuk! Léci! Kulcs! Szereztünk egy kulcsot! Visszacsuktuk! Lép be a könyvtárba! Merre van a könyvtár? Merre lehet a könyvtár, srácok? Hú, de okosan megöltük! Júj, de okosan megöltük, te jó ég! Hát nem ez az. Hát nem arra van. Ez már nincs messze, ez már nincs messze, ennek most már meg kell lenni. Valahol egy könyvtár. Ajtó kinyit. Csapda nincs. Anyád a varró készlet, hát nem hiszem el. Hát nem hiszem el. És itt van, és itt van! Helyes, helyes, nem működik a tévé. Ezt vártam. Nem, nem, nem! Nem áll! Nem hiszem el! Nem hiszem el! Szellem. Hozd meg.
Egyből itt is maradok. Aha, jól gondoltam. Jól gondoltam, hogy egyből itt is kell maradnom. Hogyan tudom ezt irányítani, így-e? Az úgy nem jó. Az úgy viszont jó. Jó. Elméletileg már meg is van. Elméletileg már meg is van, és már mehetünk is tovább. Ajaj. Oké, életfeltöltve. Életfeltöltve. Kéne kulcsot szereznünk, kéne kulcsot szereznünk. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. És én kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő részben. Tartsatok akkor is velem. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!